amikor a gyűrűt felhúzta, azért én elérzékenyültem mindenképpen, még akkor is, hogyha éreztem, hogy nem jó gyűrűt kapok, illetve láttam, és nem is tudtam hirtelen, hogy hogy reagáljam le, így néztem, hogy hát látom, hogy a vastagabbik verzió, de hála Istennek jobb volt, de viszont én már nem tudtam felhúzni, és akkor el is nevettem magam. Tehát így váltakozott így ez a hangulat. Hát a papbácsi nem végzett el ötfős tanfolyamot, úgy érzem, mert nekem készült el a női gyűrű, ami méretben is női volt. Csillának meg az, ami nekem lett kitalálva, ő kapta azt. Ezt mindenképpen orvosolni kell, plusz a papbácsi azt hitte, hogy mi úgy beszélünk angolul, mint ő, és folyékonyan hadarta az ő tempójába angolul a ceremónia alatti dumát, amit mi annyira nem értettünk, és mondtuk neki, hogy lassítson egy kicsit a papi, mert így jó, hogy ő így elreppeli nekünk így gyorsan, csak ebből nem nagyon értettünk semmit. Az én fejemben férj és feleség az ilyen felnőttes, komoly dolog, és ugye, aki ismert minket, tudja, hogy azért mi bohémok vagyunk, szerintem örök fiatalok, tehát, hogy mi soha nem leszünk így, ilyenek, és hogy amikor ezt a szót kell használni, mindig meglepődök, de egyébként most meg már imádom. Tehát most már az esetek többségében olyan büszkén, mert egyébként büszke vagyok rá, csak maga a kifejezés, hogy a férjem. Olyan furcsa. Én nem érzem, hogy változott volna bármi is, ugyanúgy szeretem, mint előtte. Igazából tényleg ez csak az, hogy megvan a papír is róla. Nem hiszem, hogy ez annyiban változtatna egy kapcsolaton. Én örülök, hogy azt mondtam, hogy a feleségem, én szeretnék kisbabát. Melózunk rajta igazából. Ez már nem rajtunk múlik, hanem a főnökön. Két gyereket nagyon-nagyon szeretnék, az a minimum, de hogyha jön a harmadik, akkor annak is nagyon örülnék. Tehát, hogy minél többen legyünk, igazából itt van a nagyház, elférünk, mint szülők. Én azt gondolom, hogy én leszek a szigorúbb, meg a következő. Na, ez tuti. Tehát biztos, hogy én leszek az a vonal, aki leül vele tanulni, én meg fogom tőle követelni akár a nyelveket, pakoljál magad után, tehát, mert engem is így neveltek. És amilyen nevelést te kapsz, azért azt valahol viszed tovább. Engem is így neveltek, csak hát ugye engem igen, más dolgok foglalkoztattak. Biztos, hogy ő lesz az engedékenyebb, a jobb fej, apa mindent megenged, nála mindent szabad, de én ezt vállalom, mert valakinek ezt végig kell vinni. Az egyik szülőnek mindenképpen. Tehát mindent nem lehet megengedni, még akkor sem, hogyha első gyerek. Amikor rád néz, akkor tényleg azért majd biztos nehéz lesz neki nemet mondani, vagy éppenséggel rászólni, hogy na, akkor most álljál le.